Sportvezetőket, edzőket, testnevelő tanárokat hívtak meg a Szekszárdi Vármegyeházi dísztermében megtartott előadásra. Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt 12 évben idehaza minden korábbinál több létesítmény épült vagy újult meg, ezzel páratlan lehetőséget teremtve a sportolók számára. Én azért vagyok itt egyébként, hogy ezt igyekezem buzdítani az itt levőket, hogy érezzék ennek a súlyát, hogy ennek bízom benne, hogy folytatódni fog, folytatódnia kell. Én azt gondolom, és ennek komoly tétje van itt a következő időszak tekintetében. Horváth István Tolna megye 1-1 számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a sport nem csak az életminőséget javítja, de sikerélményt is ad. A sport az nem ismer korosztályt, és nem ismeri azt, hogy csak versenysport, meg amatőr sport, mind a kettőre nagy szükség van. Én azt gondolom, a sport lehetővé teszi az ember számára, hogy egy jobb minőségű életvitelt tudjon vinni. Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 2-1 számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, az országnak ezen a részén az elmúlt években egymást érték a szabadidős és a profi sportokat segítő beruházások, a jövőben pedig ez a folyamat folytatódik. Több kerékpár ott a régióban megvalósult, de azon folyamatosan dolgolunk, hogy ebben vannak adva terveink is, hogy Dunakör 1, Dunakör 2, tehát ez a Szekszárdi híd, a készülő Kalocsai Paksi híd, meg a Dunaföldvári híd, akkor egy kör, még egy kör, meg nagy kör. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, hogy a sportfejlesztések a felnövekvő generációk érdekeit szolgálják. És emellett nyilván a családok is, akik aktívan sportolnak, hiszen Magyarországon rengeteg ilyen kezdeményezést, rengeteg hétköznapi történést látunk, bicikliznek, úsznak, túráznak az emberek. Ez mind nagyon pozitív, ez az egészséges nemzet jövőjét biztosítja az elkövetkező időszakban. Mint a rendezvényen elhangzott, a sportfejlesztések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar csapata a tokiói olimpiát az elmúlt 25 év legeredményesebb szereplésével zárta.